Mától választási kampány van Romániában. December 11-én tartják a parlamenti választásokat, amikor a következő 4 éves mandátumra döntik el a szavazópolgárok, hogy kik lesznek a képviselőház és a szenátus tagjai. A kampány december 10-én reggel 7 órakor ér véget. Romániában az 1989-es rendszerváltás óta ez a 8. lehetőség arra, hogy a választópolgárok szabadon küldjenek honatyákat a parlamentbe. A központi választási iroda adatai szerint a politikai alakulatok összesen 4251 képviselő és 2226 szenátor jelöltet indítanak. Jelenlegi adatok szerint összesen 18.906.721 szavazati joggal rendelkező állampolgár járulhat az urnákhoz, de a végleges választási listákat a szavazás előtt 3 nappal, december 8-án állítják össze. Az idei választások újdonsága, hogy külföldön élő román állampolgárok levélben is voksolhatnak, de közülük csak 8.889-en jelezték, hogy élni kívánnak a lehetőséggel. Nekik már kiküldték a szavazólapokat, voksaikat a 43-as számú körzeti választási iroda összesíti, amelyet a 42 megyei, illetve bukaresti körzet mellett létesítettek. 2012-ben 18.456 szavazókörzetet alakította ki az ország területén. Lényeges változás ehhez képest idén sem várható. Megnőtt viszont a külföldi szavazóhelyiségek száma, a külügyminisztérium idén több mint 90 országban 417 szavazókörzet kialakítását rendelte el, ami 111-jel nagyobb a 2012-es parlamenti választások alkalmával jegyzett, és 123-mal a 2014-es elnökválasztáson kialakított külföldi szavazóhelyiségek számánál. A 2016-os parlamenti választások megszervezésére 227,7 millió lejes keretet különített el a kormány.